filmünk a pandémia második évében született, és inkább a régi történésekkel kíván foglalkozni. Fiatalabb korában az ember Indiana Jones szeretne lenni. Kalandozna, de aztán idősebb korára sokkal inkább érdekli a hely, és azon belül az ősei története. Egy idő óta itt élek, gyökereim egy része is ehhez a birtokhoz köt. Próbálok beilleszkedni 41 néhány év városi élet után ebbe a természetközeli létbe. A nevem nem egyedi a faluban, de mivel kutyákat tartok, érthető módon így különböztetnek meg némelyek, hogy az, akinek kutyái vannak. Azt firtatom minduntalan, hogy egy valamikor jelentős település lakossága miként apad el, illetve változik át annak összetétele az ezredforduló táján. A falu, amiről beszélni szeretnék, egy igazi zsákfalu. A Nyikó mente középső szakaszában fekvő Simön falvánál torkollik a Nyikó vizébe jobb oldalról az Alba pataka. A Kötőpatak nevű ágának a fejtő, tornabérce és a medeséri tető keresztezte völgyfejében széltől védett kiskatlanban húzódik meg. Nagy Medesér. A neve helybeli használatban általában Medösér. E falunév hallatán manapság egy zenében jártas ember számára 1900 márciusában Vikár Béla itt gyűjtött dallamai sejlenek fel. Köztük az Árvád falvi kesergő, amit Bartók Béla is felhasznált. A falu emlékezetében már nem él az esemény, de kultúrtörténeti jelentősége nem évül el. A település legrégibb írásos említése a 16. század első felétől ismert. Oklevelekben Medeser 1526, Medessér 1566 alakban fordul elő. Nevének értelmét sokféleképpen próbálták magyarázni. Legvalószínűbb időszakosan kiszáradó meder, időszakos vízfolyás. A Nagy Medesér alakú elnevezés újabb keletű. Megkülönböztetésül a szomszédos Gagypataka völgyében, a falunak oda átnyúló határ részén a medesériek kirajzásával létesített Kismedesértől. Medesért is körüllengik a Firtoshoz kötődő tündérregék. Kedvenc sétahelye volt a táj Firtos vára tündér kisasszonyának. Egy sétája közben a vasvárban gyöngy sorából a földre hullottak gyöngyszemei, és az itt élt emberek hosszú-hosszú idők alatt ennek keresése közben elszaporodva alapították Medesért. Orbán Balázs terepbejárása során a határ körtve fája és Szénáskert nevű részén az Eke által felvetett sok vastag edény töredék láttán úgy vélte, hogy azok az Árpád-kori királyok idejében ott létesített és később a tatárok által elpusztított két helység maradványai. A Székely-Keresztúri Múzeum munkatársainak az 1971-es években a Sepsiszentgyörgyi Múzeummal közösen végzett és az 1980-as években a Benkő Elek irányította régészeti kutatások, terepfeltárások eredményeként majd mindenik letűnt történelmi korszak rövidebb-hosszabb ideig itt élt emberének nyomai mind a határon, mind a falu belterületén megtalálhatók. Én, amit ki tudtam kutakodni, az az, hogy a Medesérnek tulajdonképpen a legősibb faluja, aminek kontinuitása van a mai falu irányába, az az Alsókerekkertbéli Árpád-kori település, amit ugyancsak Molnár István doktor ásatott ki a 60-as évekbe, tehát a település onnan kezdődik. De számítsuk meg, hogy az Árpád-kor után megint végig dübörgött Európás az országon is egy tatárjárás Batukánnak a vezényletével, tehát ott azt a falut valószínű elpusztították. Az újratelepülés lévén, hogy az igen szem előtt volt, a domnak a túlsó oldalára történt. Amit én is mondok, hogy Hargasba.
és ott települtek meg a jobbágy porták, és azoknak a jobbágy portáknak az emlékét őrzi még mai napig is a főtt parcelláknak az elhelyezése. Mindegyik bütülődik rá az útra. A másik része a falunak, a jobbágy falunak az erdő felé vezető út mentén hasonlóképpen. Ott is a főtt parcellák szépen rábütülődnek az útra. Ennek a valamikori királyi birtoknak a birtokközpontja volt a mostani Felszegnek az alsó részébe, Szabó Ferenc benvalóján, és ugye hát egy akkori nemesi udvarház, az nem kicsi helyet foglalt, egyik helyen volt az egyik épület, 100 méterre tovább a másik. Tehát Szabó Ferenctől meg lehet kérdezni, ő garázsépítés közben mészhabarcsal összerakott kőfa nyomaira bukkant a saját udvarukon. Tehát az lehetett a birtoknak a központja. Hát itt nálunk a kertben, itt volt a villájuk a bencsörkös asszonyoknak, itt volt. És van köves is a hely, úgyhogy mikor itt szántódott, vagy valami a nagy kövek. Ez az épülete, akkor akié volt, ezt a követ, amiből mind kőből van csinálva. Hol nézhették ki a földből a fundamentumot. Másik falu rész az a Székely falu, amiről még a pápai tizedjegyzék se emlékezik meg, és ez a Székely falu a vízfolyásnak a jobb oldalán helyezkedik. Véleményem szerint a székelyek betelepítése, amikor történt, a királyi birtokból azt mondta a megbízott nemesember, hogy ott a vízfolyás, attól balra marad a királynak, a jobb oldalát adjuk a székelyeknek. És oda telepedtek a székelyek, mégpedig a falu elrendezése a falu alsó végétől fel a felső végéig a klasszikus falu modell szerint. Volt egy főutca, amelyik kezdődik az Ambrus utcával, folytatódik a Szorossal, a Templom Szorosával, folytatódik a Vasvár utcával, és vannak az oldalsó mellékutcák, a Felszeg jobb oldalt és a Vasvár egymást követően, és bal oldalt a Szérdék. Na most már, hogy még szebb legyen a mese, a két falu részt egy közlekedési út kötötte össze, amit annak idején úgy hittak, hogy összekötő út. És ma úgy hívják, hogy kötő. Tehát az az út mai napig megvan, és még őrzi a nevébe is azt a szerepet, amire volt annak idején létrehozva. Tehát a két falu rész tulajdonképpen megvolt, a két falu részt összekötötte egy út, és a Székely falunak a felső végénél található az akkori Székely falunak a temetője. És a temető mellett egy gyönyörű, szépen vízszintesre elegyengetett terület, ami kínálja magát, hogy ott templomudvar kellett legyen, vagy legalábbis kápolna, hogyha nem emlegetik a pápai dézsmáknál, akkor azt jelenti, hogy nem volt annyira nagy jelentőségű az a település akkor. Viszont van egy másik érdekesség a székelységgel kapcsolatban, hogyha a székelyeket nem is emlegeti a pápai tizedjegyzék, honnan került annyi székely az 1500-as évekbe, hogy János Zsigmond fejedelemnek a hadában több lófőszékely szerepel Medeséről, mint Keresztúrról. A falu lakóinak régebbi társadalmi helyzetére vett némi fényt II. János király, másképpen János Zsigmond hadában híven szolgált, udvarhelyszéki főemberek és lófők 1566. júliusa előtt készített lajstroma, amelyben 10 medeséri lófő nevét sorolják fel. 1602-ben, akik a császár és király Rudolf hűségére felesküdtek Medeséren, 29 szemét, 18 lófőt, 7 szabadszékelyt, 3 darabontot és 1 fejedelmi jobbágyot vettek lajstromba. A 17. században a korábban említett medeséri lófőkön kívül a Bartalus, a Bencsér és a Jeddi famíliák emelkednek lófőségig, jutnak vezető szerephez.
Bencsér Pált, például II. Rákóczi György Munkácsvárában 1648-ban kiadott levelével fontos megbízatással küldi a kozák Bogdán Helmnicskijhez. A küldetés sikeres kimenetelét medeséri birtokkal jutalmazta. A falu újratelepülése úgy történt, hogy a vízforrás irányába tájékozódott a tulajdonos, és telepítette maga körül, az uradalmi központ körül a jobbágy portákat. A művelődési háztól átmegyünk a dombon, Hargos felé, tán ott volt a jobbágy falu, akit dolgoztak az úrnak. Itt régi sírkövek vannak a felszeg egyik részén, és ugyancsak ott vannak Jeddi nevezetű, tehát feliratos sírkövek is. Állítólag János Zsigmond hadában harcolt Jeddi Pál, azt hiszem, és ő is itt kapott valami ajándékot. Mindenesetre érdekes, hogy a rugonfalvi jeddiek azt mondják, hogy Medeséről származnak, és talán valami sírkövön Rugonfalván azt írja, hogy medeséri jeddi. És későn fedeztük mi fel azt, hogy a nagyszüleim székely kapuján, ezen is, a nő neve Jeddi. Jeddi, úgyhogy annak a bizonyos Jeddi lány, aki férhez ment Jakab nevű úrhoz, nem volt gyerekük, és talán azért adták el ezt a bevalót, és megvették a nagyszüleimnek. A 19. század utolsó negyedétől évtizedenként megtartott országos népszámlálás adatai szerint a falu lakossága a legnagyobb lélekszámát 1880-ban érte el 705 személlyel. A középkor kezdeti évszázadaiban élt medesériek is gazdálkodásuk útján csak hosszú idő után jutottak el a parlagoló, szabálytalan vad talajváltó rendszertől, amelyben a határ egyes részeit szabad foglalkozással szántóművelésbe vették, és azokat több éven át pihentetés, trágyázás nélkül a talaj kimerüléséig művelték, az ugarhagyó két, majd háromnyomásos határhasználati rendszerhez. Mikor tértek át ez utóbbira, most már nem lehet megállapítani. Milyen volt akkor Medesérnek a határa? Hogy volt fel? Jaj, olyan gyönyörű volt, hogy azt nem is lehet elmondani. Mi szép gabona, jó gabona termőt itt Medesérön, amíg megvolt a hármas határ. Na, ezt akartam, ha nem szólok. A hármas határ, amíg megvolt, mert minden évben fönn volt egy rész tartva, és azon legeltek a juhok. És azt ideibe megszántották, nem ami mag kikelt, azt a juhok lehették, és más évben, mikor búzát vettek, csak a gyönyörű tiszta gabona volt. Régebb forgó határ volt. Egyik felét legeltették, a másik felét szántották, s harmadik felét kaszálták. Hármas határ, úgy mondták. Viszont most el van bokrosodva minden, ugye jött ez a major, most aki az idén is volt, hát ő azt mondta, hogy által veszi mind a két oldalt, Boga felüli részt is, Somaj felüli részt is. Hát által vette, de most már Bogába annyian kezdtek szántani, hogy mindjárt nem érdemes, azt nem lehet kiadni. Mert azt mondják, hogy hát őrizd meg az állatot, hogy ne menjen bele a vetésbe. Az Udvarhelyvármegye földrajza című 1906-ban az elemi iskolai tanítók számára kiadott vezérkönyv Medesér gazdasági életét jellemezve írja, hogy a közösség sokat szenved vízhiányban, száraz időjárás esetén csak egy pár forrásból s a fehér nyikóból pótolják szükségletüket.
A Medesér feletti tetőn szélmalom áll, de csak nagyobb széljárásával őrölhet. A faluban a sok gyümölcsfától pedig alig látszanak a házak. Meggyőzően szemlélteti a Magyar Statisztikai Közlemények 1897-es évi kötete. Összesen 7471 gyümölcsfát vesznek számba, és ebből almafa 1652, körtefa 623, megyfa 293, cseresznyefa 47, barackfa 80, diófa 302, eperfa 54, és a legtöbb szilvafa, 4718 darab. Itt a faluban mindenkinek volt úgy általában gyümölcs, de ugye a nagy gyümölcsösök, akinek annak idején volt, ugye itt fenn Varga János bácséknak volt, akkor ott a felső fertályokban nagyobb gyümölcsbe, ugye, hogy volt László Péter bácsi nyugodjék, nekik volt ugye nagyobb mennyiségben. De így akinek ekkora csak a kertjei volt, mint itt is például milyen kis, így olyan 50-60 áras, annak általában fele, mint a gyümölcs volt fele. Evitték szekére messze még csíkba is az almát, és cserélték pityókával, vagy valahogy tudták, elrendezték. Hát az ősi, amik mondom, szerepelnek egyszer, a Batúra almát mondhatom, a Jónatán almát, a budai domokos almát, a pónikot ugye, akkor voltak ezek a renet almák, ilyen olyan változatban, azon apró alma, vagy a téli édes mondták, olyan apró-apró, jó édes alma volt. A nyári almák, ugye ezek a vajas almák. Hát mondom, a Talicska az a szomszédban, ahol most Solymosi Sanyiék laknak, ott ugye laktak Harai Miklós bácsiék. És az öreg bácsinak sokszor segítettem így ezt taszítani a kertből, gyümölcsöt, ezt-azt, vagy más dolgokat is elszállítani a Talicskával. Aztán a végén azt mondta volt, hogy vidd el, fiam, azt mondja, mert nekem már úgyse fog kelleni. A Medeséri Egyházközség kezdetben nem volt önálló. Mint filia, a tájegység központi anyamegyéjéhez, Székely-Szent Miklóshoz tartozott, Simén falvával, Tordát falvával, a két kedével együtt. A reformáció korában a közösség unitárius hitre tért, aminek következtében saját templom építéséről döntöttek. A 15. századi különválás eredményeként a korábbi templomot lebontották és természetben osztották el. Egy kőkapu Szent Miklósnak, egy pedig Medesérnek jutott. És így osztozkodtak tovább. Eképpen épülhetett a korai templom. Az 1773 előtti idők történetére vonatkozó feljegyzések, jegyző és számadáskönyvek nem maradtak meg, mert az 1773 Szent György havának április 17. napjára viradóra a papság házában keletkezett tűzben, amelyben egyéb épületekkel együtt az eklézsia ládája benne való pénzzel s egyéb szent edényekkel s eszközökkel együtt porrá, hamuvá lettek, benne ége ottan a esperes, néhai tiszteletes, új székeli bozogány Sámuel uram is. Az 1773. november 27-én tartódott a vizitáció alkalmával a Mátrixba beírt leltárba a falu akkori templomáról ez olvasható. Vagyon egy kőtemplom, mikor s miképpen épült, nem tudhatik. Vagyon egy fából épült harangláb, ebben két harangok. A nagyobbik öntési évszáma 1496, a Székelyföld egyik legrégebbi harangja, a kisebbiké 1711. A tatár támadáskor a harangot leszerelték a falusiak, és elvitték, elásták Fűzpatak medrébe, ott Fejtő felé az Fűzpatak, a Szonda felé, és a később hozták aztán vissza a templomba, tehát a tatárjárás után. Lázár István püspök 1801. május 16-án tartott vizsgálata alkalmával meghagyja, hogy a romladozott templom helyett haladék nélkül más építessék.
A 16 méter hosszú, 7,80 méter széles templomot 1805-1810 között segesvári Hanser Antal kőműves pallér építi fel. A pénzalapot a hívek adománya mellett egyetemes gyűjtéssel és földek eladásával teremtik elő. Lelkésze 1799-től 1819-ig Pálffy József. Az iskolai oktatást Erdélyben egészen a 18. század második feléig kizárólag a különböző felekezetű egyházak intézték. Legtöbb helyen, nem lévén tanító, ez a feladat a papokra hárult. Medesérnek azonban úgy látszik, hogy a 17. század elején volt már tanítója. István Diák Scholaris Rector, akit egy 1602-ben kelt birtokcserére vonatkozó okmány írójaként említenek. A reformkorban a faluban író-olvasó egylet működik, jelentős könyvtárat létrehozva. Ezt támasztja alá a kéziratos formában fennmaradt Medeséri Márton János kurátor könyve, melyet 1826-ban kezd írni. Találunk benne egészen rövid feljegyzéseket az 1830-as 40-es évekből, helyi eseményekről, az időjárásról. Itt olvasható a falusi eskütek hütlésének, esketésének formája és a dekrétum, tipartitum, székelyekre vonatkozó része. Elkezdi írni egy olá nyelven levő esketés szövegét is. Egy 19. század elejé skólamester nevét, Barabás Györgyét őrizte meg az 1805-ben épült templom mennyezetének egyik feliratos kazettája. A 19. század végétől az oktatási körülmények javítását tette lehetővé a Ferenczi Áron pap által építtetett új iskola épület, amely felekezeti iskolaként működött az 1899-ben történt államosításig. Iskola, hát hogy nem volt iskola, helytellem itt, akkor annyit kellett járni. Voltunk egyszer még 20-an is. 15-ön voltunk egy idősök, 34-esek. 15-ös, abból most négyen élünk. 7 éves korunkban kezdtük az iskolát. 6-ta végeztünk itt, mert aztán a két osztályt Amburus Irma, vagy Balázsné Nyugdíj, Dobos Ilka, András Ida, ezt aztán Siménfalán kellett elvégezzük ezt a két osztályt. Ott bent lakásban laktak, vagy? Nem. Minden nap lejártunk, vagy megvolt, hogy egy héten hányszor, s le kellett járjunk, mert akkor Szécsi tanárnéni, ő tanította, tudom, a számtant, aztán már a többire nem is emlékszem. Itt volt az iskolai tejt a dombon, Palikán túlahajt azon a dombon, ahol van az a vízcső. Na, ott volt egy nagy teröm, az volt az iskola. Hát abban a 7 osztályt a régiek mind megcsinálták. Azt hiszem, mi voltunk az elsők, akik internátusba kerültünk le Siménfalára, hogy az 5-6 hetet ott csináltam, például én is. Iskola után csak a mezei munka, a falusi munka egyéb nem volt kilátásba, mert nem engedtek a szüleink szolgálni is, aztán itt valahogy megéltik. Voltunk többecskén, hát két tanítós iskola volt Medeséren. A régi iskola az egy valamikori egyházi iskola épületében volt, a papilakkal szembe volt az az épület, és a másik tanító által adminisztrált osztályok azok a valamikori tanítói lakásban, az meg van most is, ott járt, én is az első osztályt annak a lakásnak a nagyszobájába jártam ki, és aztán utóbb átköltöztünk a nagyiskolába. A jelenlegi lelkész lakással szemben ott volt egy nagyiskola, ott jártam a második, negyedik osztályt, és az 1-3-ot pedig ott a kántor lakásba, ott másik oldalon. Hát első osztályban Bálint Gáspár meg Rugonfalvi származású volt, és Barabás Sándor, aki még él Keresztúron, ő tanított, és tehát ők tanítottak 1-4-ben
egyik 1-3-bos, a másik 2-4-be. És aztán jártunk vallásórára, a lelkész lakásra, minden szombaton délután kellett menni. Itt jártunk 4. osztályig, 4. osztálytól, hogy végeztük, akkor lementünk Siménfalvára, ott volt csak 5-6-7 osztály, s nagyjából gyalogjártunk. Volt téli időszak olyan, amikor akkora volt a tél, s a hideg, hogy nem lehetett gyalogjárni, akkor bentlakást kerestünk, szülőknél, mert bentlakás nem volt, hanem így elvállaltak szülők, én Kibédi Misi bácséknél laktam, hárman voltunk összesen itt a faluba, Demeter András, Ambrus Panni, aki most Boda Panni, és én, hárman laktunk Kovártéba. Az út nagyjából olyan volt, hogy amikor télen, mikor mentünk le, és még nem volt olyan hideg, de a hó már hatalmas volt, akkor olyan is volt, hogy az iskolástáskát fel kellett emeljük, hogy át tudjunk törni a hófúváson. Megérkeztünk az iskolába, és akkor első órán tudtuk, hogy sose feleltetnek, mert ezt ki is használtuk nagyjából, hogy nem éppen annyira készültünk az első órára, mert sajnáltak a tanárok, hogy milyen jégdarabok fagytak a posztónadrágunkra, mert akkor posztónadrág volt, itthon szőtték, volt a falu szabója, Bálint Mózsi bácsi, aki megcsinálta a nadrágokat, nagy divat volt a Pricsesz nadrág, és abban jártunk le. Hát tulajdonképpen én sokáig jártam Nagymedesérön iskolában, mert lévén, hogy megvolt a papdombján még az egyházi iskola, csak akkor már a belső fele romladozó félbe. Az első osztályt ott kezdtem el, és 2 év harmadot jártunk abba az iskolába, amikor aztán megállapították, hogy lakhatatlan, tehát nem szabadott már tovább benne lenni, akkor aztán leköltöztettek a székházba. Tehát ami a kollektívnek épült székház, ugye úgy hívták abban az időben, akkor oda leköltöztettek, és ott jártuk ki a 3. évharmadot, és akkor abban az időben még Nagymedesérön, hát hogy úgy mondjam, 2 tanító tanított, 34-en voltunk összvízbe még medesériek iskolában. Az első világháború viszontagságai sem kerülték el a falut. 1916-ban a visszavonuló román katonák Székelyföld falvaiban garázdálkodtak. 6 hétig tartott a garázdálkodás. Néhol elég tisztességesen viselték magukat katonáik, mert nem gyújtogattak, nem gyilkoltak, de sok helyen még a kisgyermekeket sem kímélték. Eddigi értesülésünk szerint legtöbbet szenvedtek lelkészeink, tanítóink. Híveink közül sokat elhurcoltak, néhányat meggyilkoltak. Hír szerint legtöbbet veszített Medesér, ahol 5 embert lőttek le, férfiakat és nőket vegyesen. Tordátfalván 6 férfit, 1 nőt, Martonosban 1-et. Adja hírül az unitárius közlöny 1916 per 12-es száma. A tragikus események áldozatául esett a felgyújtott szélmalom is. Medesérhez kötődtek azok az unitárius szellemű missziós rendezvények, amelyeket még főjegyzősége idejében a falu szülöttje, dr. Kis Elek teológiai tanár, majd unitárius püspök által kezdeményezett és irányított, amíg lehetett, a falu felett emelkedő 700 méter magas hegynek a Papszállása nevű erdőszéli területén épített nyaralójánál 1928-tól kezdődőleg. Kis Eleknek nagy összeköttetése volt Angliával, abban az időben tudom, mert csomagok jöttek, és még én is nagyon sok mindent kaptam volt, mint gyerek a csomagból. És egy nagyon, hogy is fejezzem ki, tisztelettel méltó öreg úr volt. Úgyhogy én legalábbis én is jártam a lakásukba is, és az mindenkit szeretettel fogadott, az nem tudott csengetni egy kérő, hogy annak ne adjanak. Vagy itt is, ahogy a faluba jött be,
az mindenkivel lekezett, mindenkit nagyon tiszteletbe tartott. Minden vasárnap adott Isten tiszteleten ő szolgált be, lejött a hegyről, és minden vasárnap ő volt. Egy hónapot mindig itthon ültek. Július 1-től augusztusig ők mindig Medeséren voltak. És akkor hozták a nővéremet, mindig magukkal, és akkor én voltam a gyerek, aki kivittem a tejet, kivittem az zöldséget, akkor nem féltünk se medvétől, se rókától, semmitől. Egyedül kimertem menni a, úgy mondtuk, a tanárháza. Hát most is látom magam előtt, mikor nyaranta hazajöttek a hegyre nyaralni, nem tudom, hogy miért, de nagyanyám vitte ki a tejet nekik, nem tudom hány naponként, és akkor persze mi is mentünk vele, és akkor mikor kimentünk a hegyre, akkor köszöntünk, és akkor oda mentünk hozzá, kezet csókoltunk. Mindig ült egy ilyen nagy karos székbe, hát jó öreg volt már akkor. Hát igen, jó, jó mulatság volt. Mindenki külön evett, jó zene volt. A püspökül aztán, hogy oda, hát egy nagy színt építettek. Hogyha eső van valami, a nép legyen hova behúzódjon. Alig vártuk örökkel, hogy jöjjön, de mondom, vártuk, és miért megérkezett minden magyar cigán, aki mindenkit megpuszigatott. Hanem érte, hogy én püspök vagyok, és nem nézek rá. Ha megpuszít mindent, fogjuk csúnya cigán, ma meghalt rég. Ha meg azt is megtokultas, milyen a falusi nép. Mi ízétünk át, jó, megtisztül is minden, de még meg is puszíja. De ez így volt, minden, nagyon jó volt. Nagyon áldott jó ember volt. Úgy jött, mintha az ő családja lőtt volna a falu. Igen, jól emlékszem. Még lány voltam otthon, akkor is eljöttem, mert eljöttünk fiatalokul, de már el is van. Igen. Nagyanyám minden vasárnap itt a templomba. Főhúzta az ezer ráncos csizmáját, a ráncos szoknyáját, és volt egy csinos blúzza, ez volt neki az ünneplő ruhája. Vasárnap fölöltözött, és fogta meg a kezünket, és mentünk a templomba, mert hazajött a püspök úr, és ő prédikál. Számtalanszor elhallgattam, és elcsodálkoztam, hogy milyen lelkiből tudott prédikálni az az ember. Elkezdte a gyermekkoráról, hogy ugye többen voltak testvérek, és ő kellett, hogy menjen a juhokkal, és vitte a könyvet, őrizte a juhokot, és tanult, hogy valahogy tudjon valami belőle lenni. Azt mondta a főtisztelendő asszony, hogy ő soha nem járt külföldre. Neki soha nem volt része abból, hogy világot lásson, vagy itt az országban is elmenjenek a tengerpartra, vagy valahova, mert a férje úgy kívánkozott haza Medesérre, hogy amikor a szabadságot kivette, abban a pillanatban már másnap kellett jönni Medesérre. Hazajöttek, és én kettőre emlékszem, aztán nem tudom, azelőtt volt-e még, hát kellett, hogy legyen biztos, hogy itt májális csinált. Gyönyörű szép nagy májális volt. Ugye a környékből az összes nép, gyalog vagy szekérre vagy hogy, de úgy ki volt takarítva az a tető, ott a kün, ahol a villa volt, gyönyörű pázsintos hely, hogy ott minden üve lehetett teríteni. Ahogy vitték az ételt, ugye az emberek, mindenki magának, amit készített, és oda mindenki leült, és azt az élelmet ott elfogyasztotta, és gyönyörű szépen prédikáltak a papok. Akkor épített oda egy nagy színt, hogyha az emberek jönnek, és rossz idő van, mert ugye volt, hogy rossz idő volt, széllyel verte az ünnepét, hogy ne kelljen, baj legyen, hát akkor oda be lehetett állni, akár mennyi ember volt,
olyan szép műsorok voltak. Én mint kicsi második osztályos leánka voltam, én is szavoltam egyszer szabadsághoz Petőfinek a versét. Hosszú volt, és mondtam édesapámnak, hogy jaj, édesapám, én úgy félök, s hát mit ő félsz, azt mondja, tudod-e a verset? Hát igen, mondom, de ott annyian lesznek, hát te ne nézd azt, akik ott vannak, azt mondja, hanem nézd meg, hogy milyen szép fák vannak ott körben, mindenütt milyen szép erdő van. Nézd a fák, hogy így mondjad a verset. Szép előadások voltak. Aztán, amikor ugye a kollektív megalakult, már építették az istállókot, ő már aztán nem tudott jönni, és az istállót aztán a kollektívnek adta. Nagyon nyugodt ember volt, mindig járt gombászni. Erősen szerette a ízletes vargánya, de Tinórunak hívtuk akkor a gombát, azt megpucolta, vékony szeletekre összevágta, s kitette száradni mindig. És azt mondja, hogy ő mikor hazamegy, akkor megőröli pornak, s az ételbe egy-két evőkanállal teszem, és akkor jó gomba ízű lesz az étel. Ő minden nyáron itt szervezett ugye egy szép májálist, amire a környékfalvai ugye idejöttek, fiatalság ugye, és mindenki itt egy jó múlatást ért, tehát az nagyon aktívan működött sok éven keresztül ez a dolog. Sőt, mi több, hogy ott kint ugye építetett volt egy nagy színt, hogy ha esetleg rossz idő állott elő, akkor a népóta födél alá kerüljön, tehát. És későbben aztán már ott kint megtartódott a nappali dolog, aztán este már jöttek be a kultúrotomba, mert időközben aztán kultúrotthon is elkészült minden, aztán akkor már oda jöttek. A második világháborút követő impériumváltással megindult a kollektivizálás is. Mi, mivel szegény ember gyereke voltam, és itt is inkább fogták a pártagokat, és oda is bevettek a pártagba minden, és mikor bevettek, akkor hamarosan megkezdődött a kollektív gazdaság. Beálltunk, és én attól kezdve egyszer 10 vagy 15 évet volt, vagy még többet is dolgoztam a mezőn. Azért menekült legtöbb fiatal elmedeséről is, mint más falvakból is, mert egy olyan időszak volt, amikor dolgoztál, de nem volt ugye fizetség utána, és a fiatalságnak nem volt pénze, ugye abban az időben. Még valami nagyon nehéz, kemény időre visszaemlékszem, fiatal voltam. Segesvárra mentünk kenyérért a teherautóval, Harai Gyula bácsi volt a sofőr, és minden héten megvolt, hogy melyik fiatalok mennek a kenyeret megvenni, és azt szétosztották a faluba azután. Kértük, bekopogtunk városon, Segesváron, és kértünk, hogy adjanak kenyérjegyet, ha van pluszba, és a jeggyel mentünk a kenyérüzletbe, és akkor megsajnáltak az eladók, és ha volt 2 jegyem, adott 4 személyre esetleg. Összegyűjtöttük zsákokba, nem is tudom, ha még él van egy fiatal azokból, akikkel együtt jártam a kenyeret, hogy vettük meg, volt 3-4 zsák kenyeret megvettünk, és akinek szüksége volt, azt itt a faluba szétosztottuk, persze a pénz ellenébe, mert ugye azt nekünk is pénzért adták az üzletbe, de viszont jegyre. Annyi most már érdekességként a kulák időkről, ugye voltak kilakoltatott kulákok, többek között András Jelek bácsi is, aki annak idején finánc volt, aztán nem tudom a nagy birtoka miatt, vagy pedig a finánc története miatt, de kilakoltatták a házából, és az ő házából volt az óvoda. Az ő van nagy udvar és nagy kertje annak a benvalónak, és ott voltunk mi óvodások. És egyszer csak jön az óvónén is, azt mondja, hogy a kulák gyermekeknek haza kell menni, mert a kulák gyermekek nem járhatnak óvodába másokkal. Szépen vettük a táskánkat, és haza vonultunk. Hát azok egy pár esztendeig úgy voltak, hogy kuláknak tették, és akkor
Úgyhogy minden szabadság meg volt tőlük, vonva minden, úgyhogy aztán a végén csak muszáj volt, hogy beálljanak a kollektívbe. Úgyhogy aztán az egész falu kollektív lett. Mit csinálj? Olyan volt a törvény, akkor és azt kellett csinálni. Mikor hazajöttem, már itthon, ugye már 50-ben, nagyon-nagyon készült a kollektív. És meg is csinálták hamar, mert itt Medesérön alakult meg, a környékben nem volt még kollektív gazdaság, csak Medesérön. Nagyon okos emberek voltak, és hamar meg tudták csinálni. De édesapámhoz, Sofali Pali bácsi egész nyáron háromszor is járt. És hallottam, mondta édesapámnak, Elek, állj be a kollektívbe, mert a gyermekeid vallják búját, hogy ha nem állsz be. De sokan jelentkeztek, iratkoztak a kollektívbe, sok személy volt, de nem volt birtok. Édesapámnak pedig volt 18 hektár földje, nem volt, aki dolgozó. És mondta édesapámnak, hogy tudd meg, hogyha kuláknak tösznek, te nem tudod azt ott megcsinálni, amire téged köteleznek. Hát mégis édesanyám erősen sírt, búsult a fődér, mert sokat vettek. Na. Hármas határ volt a medesehérgyi határon, egy volt a pallag, ott legeltek az állatok, és kettőbe termeltek búzát egyikbe, és a másikba pedig ilyen apró zabot, répát, nem tudom mit, kinek a milyen felügye volt. És volt úgy, hogy mikor úgy fordult a határ, egyik határban nem volt annyi főt, hogy mindent tudjanak ültetni, és akkor kellett venni földet, hogy legyen abban az évben is legyen, ami teremjen. Na, így éltek aztán szegények, és édesanyám nagyon sajnálta a földet. De nagyapámnak sok földje volt. Ő nagyon jó gazda volt. Dénes bátyám, a fia, pap volt gagyba. És ugye ő már tudta a törvényeket, hazajött, és megmondta nagyapámnak, hogy úgyis kuláknak fogják tenni, de a birtokát hossza széljel a gyermekök között, hogy ne legyen olyan nagy birtoka, mert öregségére mind meghurcolják. Ez ugye már, akkor már tudták a törvényeket. Na. És ez így is lett aztán, hogy a kollektív már ugye jelentkezők nagyon sokan voltak, és még most is hallom Pali bácsi, hogy na gondolkozz meg Elek, mert a gyermekeiket veszik búját annak, hogyha te nem állsz be a kollektívbe. Addig készülődtek, hogy 12 kulákot csináltak a faluba. Na aztán az úgy lett, hogy ugye a személyek megvoltak, tavasszal a birtoknak a juhát a réten elvették, és a kulákoknak külön a szélibe, ott ami jutott, kiosztották. Ott aztán kellett termelni, mert ugye búza esetleg még lett, de lent. Sokat, annyi lent kellett vetni, és azt ugye nagyon meg kellett dolgozni, de ha nem volt szép, nem vették el első osztályba, akkor nem adtak segít érte. Na, úgy lett, hogy akkor 5 kuláknak tették azonnal nyáron, és amikor az iskola kezdődött, én kaptam egy papírt, hogy minél fogva apámnak 18 hektár földje van az udvarhelyi tanítóképzőbe nem fognak fölvenni. Elején, 52-ben, mikor megalakult, akkor egy páron álltunk be csak, és a többeket kirakták a hödre, de mi ott a lelkit, főtek a lelkibe dolgoztunk. Aztán, hogy látták, hogy nem megy jó, mind beálltak. Aki nem állott be, jött a fekete kocsi, és vitte. Igen. Volt itt Medeséren is ilyen? Volt, bizony. Volt a szegény Margáni a Duna csatornához, vitték Varga Jánosnét, László Izát, Iza némi volt nagyon jól, Janikának a nagyanyját, oda bizony a Duna csatornához vitték. És úgy elmondták, hogy milyen volt ott. Kínoszták, dolgoztatták. Igen, bizony. Én már jó nagy gyermek voltam, amikor még mindig jól ment a kollektív gazdaság. Csak aztán valahol annak a fonalnak is eszeveszett aztán egy idő után, hogy
aztán nem kezdtek jó menni a dolgok, na ezt már tudjuk nagyjából, akik még már a te korosztályod is. Az 1956-os forradalmat követően a román titkosszolgálatok árgus szemekkel figyeltek minden provokációra utaló tevékenységet. Csézár Lajos kitűnő iskolai eredményekkel került a keresztúri Petőfi Sándor gimnáziumba. Egy 1956 emlékére írt verse derékbe törte pályáját. Azt hiszem, hogy román órán voltunk, mert egy nagyon kedves tanárnőm volt, és pont az osztályfőnököm. És bejött az iskola igazgatója óra közben. És azt mondta, így rám oda nyújtatott, hogy Csézár, egy kicsit gyere ki. És úgy, ahogy voltam olyan benti ruhában, október volt, igen, már hűvöske volt, kimentem a folyosóra, hát két úriembernek öltözött ember, és azt mondja nekem az igazgató, hogy légy szíves, azt mondja, mutasd, menjél el, azt mondja, elvtársakkal, hát akkor ez volt, és mutasd meg, hogy hol van a néptanács. Hát én olyan büszke voltam, olyan magasnak éreztem magam, ilyen megbízatást mondom, hogy ne, hol a néptanács. Kimentünk az ajtón, Fekete Volga az iskola liceum előtt, a sofőr már bent ült, az egyik beült a sofőr mellé, másik kinyitotta az ajtót, és behúzott, és bilincset a kezemre tette. Így, ahogy mondom. Én azt hittem összeesett 17 évesen, így ilyen büszke, bölcsen, én ilyen megbízatásnak lehetek. Megmutatom ilyen úri embereknek, hogy hol a néptanács. Hát ők megmutatták nekem, akkor a rendőrség ott volt, ahol most a néptanács, a polgármester hivatal. Oda bevittek. Ami azt következett utána, hát mit mondjak, egy olyan 3 hónapot, arról nem beszélek. Hogy mi következett utána, milyen meghúzoltatásnak voltam kitéve. 2 nap itt, 2 nap vásárhelyt, 2 nap udvarhelyt, 1 nap visszaengedtek Kimedesére, házkutatás, összebotháltak mindent, és vittek 17 évesen megbilincselve. Úgy féltem vásárhelyen, azt hittem, hogy nem érem végig. Hogy féltem ott a pincébe, ott olyanok, kik, hát elképzelhető, kik vannak ott, ugye. Mert ilyen gyilkosok, részegesek, olyanokkal, hogy beteszel egy gyermeket melléjük éjjel. És akkor ugye megvolt a nyílt tárgyalás keresztülön a kultúrotthonba. Nyílt tárgyalás olyan volt, hogy engem felhoztak a rendőrségre, felhoztak, mert általában ott voltam velük, és lediktáltak nekem, nem emlékszem, egy a másfél oldalnyit kellett írni, ők diktálták az én beszédemet. És akkor adtak időt, hogy én azt tanuljam meg, hogy papírt nem szabad használni. Most már mit tudsz csinálni olyan évesen? Én nem tudtam róla, hogy mire ebből mi van. Tehát, hogy beismerek ilyet, mindent beismerek, megbántam, ezt csináltam, olyan. És akkor ugye én azt nem láttam, hogy ott mi történik, de azt tudom, hogy buszok voltak, mikróbuszok, az udvar tele, a kultúrotthon tömb, tehát karzat, mindenféle tele. Még a Szentkeresztbánya, Vlahica, hogy így mondjam, iskolákat is mind lehozták. És innen keresztülről a gyárakból, munkásokat, sem tudom mi. Ilyen példaadó, tehát az, hogy megfélemlítési akció volt ez. És engem ugye háttal ültettek, lebilincselve, hogy nem csak úgy oda néztem, de nem tudtam. És akkor ugye a színpadon volt a bíróság, hát bíróság, de a bíróság ki volt bővítve, pártitkár, KISZ-titkár, akkor IMSZ, KISZ, nem emlékszem már, hogy voltak ilyen-olyan. Akkor ott olyan 8 hozzászólást hallgattam végig, csak így, mert nem tudtam megfordulni, mert nekem így. Hogy azt mondtam, elsüllyedek, azok is be voltak tanítva. Mindenki így lenyomott a fekete földig. Arra emlékszem, hogy Farkas Jenő bácsi, így mondom, Jenci bácsi néven emlegettük a volt osztályfőnököm, hogy látta, hogy mindenki felállás felszólal, ő is felállt. Annyira emlékszem, hogy egy fél mondatot tudott elmondani, hogy
óriási megdöbbenéssel veszi tudomásul, nem tudja elhinni, mikor neki a legkedvesebb tanítvány, a szényászó csoportban benne voltam, szavalóban benne voltam, a csend lett, azután mondták, még nem láttam, hogy abba a helyben kettő így szegény Jenő bácsit leültették. És akkor ugye szót adtak volt nekem is, azt el kellett mondjam azt, amiben betanítottak. És mikor leállt, akkor kihirdették, hogy kizárva a középiskolából, kizárva az ország összes iskoláiból, az ország összes iskolái, írja azon a papíron, amit kizárva az ország összes iskoláiból, és 18 év betöltéséig szigorított lakhely. A döntést nem olvasták föl, hogy a 18 év betöltése után nem lesz új tárgyalás, itt el volt végezve. Az ki volt, meg volt, csak azt nem mondták meg akkor. Na ez volt a tárgyalás, lejárt, csak akkor hátul kivittek az ajtón, akkor megint elvittek addig ott, amíg mindenki elcsendesedett, vagy elmentek, nem tudom mennyi, akkor azt hiszem még Vásárhelyen voltam egy napot, kettőt, így ennyire már nem emlékszem, mert rég volt. És akkor haza mentem Medesére, a szigorított lakhelyre. Sajnos az a hajdani 705-ös valamikori 705 lelket számláló gyülekezet 100 alá apadt, és azt gondolom, hogy ez egy nagy baj, mert hogy egy elfogyóban, kihalóban lévő gyülekezet, újra gondolva egy kicsit az egészet, talán azt mondhatjuk, ami pozitív, ami jó, hogy néhányan azért hazaköltöztek, ide költöztek. Van, aki részt vállal ebben az egyházi közösség életben, van, aki máshol próbálja ezt a közösséget megtalálni, és nagy hangsúlyt fektetnék az elszármazottakra. Én csak azokról tudok beszélni, akik ide az egyház községbe jönnek, készséggel, igazi ragaszkodással segíteni. Nem csak a közmunkákban, nem csak abban, hogy szép legyen, gondozott legyen a temető, a templom körül, a templom, a megújult templomunk, hanem igazi nagy lelki élményt számomra azok az alkalmak nyújtottak, amikor hazajöttek ünnepekkor, és együtt szenteltünk ünnepet, mert a faluban élő emberekből, hogyha egy ünnep alkalmával eljöttek mondjuk 10, akkor hazajött még 2-szer annyi elszármazott, és így adtak erőt a gyülekezet számára, és így adtak erőt nekem. A faluban született, vagy hosszabb-rövidebb ideig tartózkodott kiemelkedő személyiségek sora is jelentős. Kovásznai Péter, 1617 körül. Református lelkész, az erdélyi református egyházkerület püspöke 1668-tól haláláig. Ferenci András, 1795. Az erdélyi római katolikus egyházmegye kanonokja, marosvásárhelyi főesperes plébános, szónok. Medeséri Márton János, kurátor, a kéziratos könyv írója 1826-tól. Ferenci Kálmán, 1877. Jogász, minisztériumi hivatalnok, író. Dr. Kis Elek, 1888. Teológiai tanár, unitárius püspök, egyházi író, műfordító. Szabó Árpád, 1913. Újságíró. A Brassói Lapok, a temesvári hatórai újság szerkesztője, az Erdélyi Magyar Szó főszerkesztője, antifasiszta mártír. Száz Dénes, 1918. Unitárius lelkész, esperes, amatőr szobrász. Dr. Szederjesi András, 1926. Képzőművész, szobrász. Demeter Elek, 1944. Fizikus, mérnök, a Demeter motorok atyja. Nagymedesér jelentős és színes múltja az ezredfordulóra megfakult. Faluképe és társadalmi szerkezete változóban. A jövője ködbe burkolózik. De ez már egy
másik mozi.